Új programot indított az értékmentők csapata, az Ugorj be most egy improvizációs játék, mellyel a tervek szerint a jövőben a fehérváriak rendszeresen találkozhatnak majd. Az ötlet gazdától, Plecser Ádámtól nem áll messze a műfaj, így nem véletlen, hogy örömmel vágott bele az újabb projektbe. Én végzettségem szerint is éppen színház és drámapet szakirányos vagyok, úgyhogy maga a színház, maga a játék, az improvizáció az nekem is egy nagy kedvenc, és hát Dia járt hozzám edzeni, ugye a színháza volt egy ilyen jó kis együttműködésünk, és hát egyszer csak úgy felkeltünk elvé, hogy ő is gondolt egy nagyot, meg én is, és ez lett belőle. Ugye szeretnénk valami olyasmit létrehozni, ahol hát kicsit rendhagyóbb előadást, ezt az előadás szót is ilyen kicsit félve használjuk, mert még később szeretnénk bevonni ugye a nézőközönséget, hál' Istennek szerintem ezt most senki nem hallotta, de elsődlegesen azt gondolom, hogy most egy ilyen előadásszerű, és utána pedig szeretnénk ebből talán egy olyat létrehozni, ahol nyugodtan be lehet kapcsolódni a nézőknek is. A lényeg a játék. Az Ugorj be most a Vörös Marti Színházzal együttműködésben indult el. Az első alkalommal Kis Diana és Pálya Pompónia ugrott be a Hímerházba. A két színművész abba is beavatta stábunkat, hogy mi a jó improvizációs játék titka. Türelmesnek kell egyébként egymással lenni, tehát meg kell várni, míg a partnered megmutatja egy adott szituációban, hogy ő mit gondol, tehát nagyon kell egymásra figyelni, ez a figyelemről szól az improvizáció, és az éles eszűségről is. Amikor nekem volt egy találkozásom, egy kurzus erejéig egy amerikai improvizációs színész szakon végzett színésszel, akkor értettem meg, hogy ennek mi is a lényege. Tehát amit mondott az előbb a Dia, hogy az egymásra figyelés, nagyon figyelni kell a folyamatos dinamikára, nem szabad, hogy becsúszson a jelenet, folyamatosan változnia kell az alá-fölé rendelt viszonyoknak, egyszerre kell ott lenni fejben, szívben, játékkedvben. Szerintem a legjobban ez hasonlít az élethez. Diana és Pompónia szemmel láthatóan nagyon éltek a játék közben, azt mindketten megígérték, hogy a továbbiakban is számíthat rájuk az értékmentők stábja, mert hogy a közönség reakcióját figyelve egyértelmű, lesz folytatás.